Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel. Nehéz helyzetben vagyunk, nehéz helyzetben van az ország, nehéz helyzetben vagyunk Szombathelyen, sőt nehéz helyzetben van mindenki. Most ebben a helyzetben én úgy látom és úgy érzem, hogy azzal tudunk igazában sokat segíteni másokon, meg sokat segíteni a városon, meg a megyén, meg a hazán, hogyha otthonban maradunk, minél kevesebbet mozgunk, és a hatóságok utasításait betartunk. Higgyék el, előbb, remélem előbb, mint utóbb, megoldódik a helyzet, jóra fordul minden, és legyőzzük a koronavírust. Köszönöm szépen, Isten adja, hogy így legyen. A jelenlegi helyzetben a legfőbb erény a higgadság és a megfontoltság, meg a szabályok betartása. Én úgy gondolom, hogy nem ez a pillanat, amikor kreatív ötletekre van szükség. Be kell tartani az egészségügyi előírásokat, és én úgy gondolom, hogy ebben az esetben ez a baj gond nélkül elmúlik a fejünk fölött. 66 évet éltem meg, de én se emlékszem arra, hogy ilyen helyzetbe kerültünk volna. Én úgy gondolom, hogy kellő fegyelmezettséggel, meg a sűrű kézmosásokkal, meg az otthonmaradási előírások betartásával ez a baj elmúlik a fejünk fölül. Tartsátok be a szabályokat, gyakran fertőtlenítsetek, sokszor mossatok kezet, nem most látogassatok az idősebb rokonokat, és mint ahogy én is, maradjatok otthon. A mostani helyzet nem játék, és nagyon-nagyon fontos, hogy betartsuk a játékszabályokat, és csapatjátékosok legyünk. Ezért szeretném kérni mindenkitől, hogy maradjon otthon, és közösen vigyük végzhez, amit végig szeretnénk vinni. Ebben a nehéz helyzetben a legtöbb, amit tehetünk, hogy betartjuk azokat a tanácsokat és szabályokat, amivel ellátnak minket. Tehát célszerű otthon maradni, akármilyen nehéz is, minél vidámabban kell tölteni ezt az időt, rengeteget kell kezet mosni, és vitaminokat szedni, a nagymamákat pedig távolról szeretni. Igen, próbáljuk segíteni az időseket. Például én azt találtam ki a 72 éves édesanyjának, hogy nem viszek be semmit hozzá, amit élelmiszerekre gondolok, hanem lerakjuk a ház elé, vagy az ajtó elé, ezzel is csökkenteni a találkozásoknak a számát. És hát tényleg ezt most nagyon komolyan veszjük mi, láthatóan, ki sem mozdunk itthonról, csak egymással vagyunk hajlandóak kapcsolódni, illetve kontaktolni. És szerintem ugyanezt kövessék önök is. És akkor mindenki maradjon otthon. A sport két dologra tanított meg, a fegyelemre és a játékszabályok betartására. Most mind a kettőre nagy szükségünk van, hiszen mindenkinek oda kell figyelnie, hogy ne érintkezzünk nagyszüleinkkel, hiszen veszélyeztetve vannak, illetve ne érintkezzünk másokkal, hogy ezzel minél gyorsabban megállítsuk a vírus terjedését. Maradjatok otthon! Olyan időszakot élünk, amit talán egyikünk sem képzelt, még talán két hetesen. Bezártak a kulturális intézmények, a közművelődési intézmények, így bezárt az én munkahelyem, az Agora is. És tettük ezt azért, mert minden ember élet fontos. Fontosak azok, akik közel állnak hozzánk, de fontosak azok is, akiket nem ismerünk, de féltünk. Idősek és fiatalok egyaránt, de főleg az idősek. Mindenkit meg kell győzni, hogy maradjon otthon. Ez az elkövetkező másfél-két hónap valóban a jövőnket és az életünket jelentheti. Ha komolyan vesszük, ha fegyelmezetten megteszünk minden utasítást és tanácsot, amit kapunk ezügyben, akkor azt remélem a következő koncerten, színházi rendezvényen, vagy bármilyen foglalkozáson, amit akár itt az Agórában, akár a város más kulturális intézményében majd megszerveznek, mindannyian ismét köszönhetjük egymást, akár készfogással is. Maradjanak otthon! Mint nagyon sok szombathelyi, én sem tehetem meg, hogy nem megyek be a munkahelyemre dolgozni. De ahogyan véget ér a munka, azonnal megyek haza a családomhoz. És otthon is maradok. Maradjon otthon ön is, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.